délelőtt 10 óra, Tisza Bezdéd. Ragyogó napsütés, incsiklandó illatok, és egy szabadtéri színpad várja az érdeklődőket a Tájház udvarán. Kevés település mondhatja el magáról, hogy a Magyar Költészet Napja alkalmából egésznapos programmal készültek. Nem így Tisza Bezdéden, ahol múlt hét szombaton a helyi tehetségek bemutatkozása mellett számos előadót várt a közönség. 9. alkalommal vagyunk, és hagyomány teremtődött a településen. Minden évben egyre nagyobb a program. Nagyon neves kortárs költőket, zenészeket, zenekarokat látunk Tisza Bezdéden vendégül, és hál' Istennek vannak visszajáró zenekarok is. A közösség kovácsoló ereje a legfontosabb számomra. Amikor a programot elkezdtük, néhány ember, néhány lelkes versmondó volt a színpadon, és mára 50 gyerek hozott verset Tisza Bezdédre az általános iskolából. Vannak környékbeli fellépőink is, vannak szomszéd településről hozott versek felnőttektől, gyerekektől, és hát örömmel üdvözöljük a kortárs költőket, a zenekarokat, akik nem prózában, hanem zenében, dalban hozzák el a verseket. Dakó Attila polgármester azt is elmondta, hogy a helyi közösség számára különösen fontos a rendezvénynek otthont adó tájház, amely eredetileg egy bontásra ítélt épület volt, de a civil adakozóknak köszönhetően a településre jellemző bútorokkal sikerült berendezni. Az érdekessége ennek a tájháznak még az, hogy mivel nincs közösségi terünk, nincs művelődési házunk, vagy nem alkalmas a közösségi szereplésekre, ez vette át a élő tájházként a közösségi tér funkcióját. Megrendezésre kerülnek a tavaszi köszöntő programok, majd ez a költészet napja. A Tarsoly Lemez Fesztiválunkat külső helyszínen tartjuk, de az utána következőhoz, illetve Szeretlek Magyarország, Itthon vagy Tisza Bezdéden programunk már itt van megrendezve, és az évet jellemzően egy karácsonyi, mindenki karácsonyával zárjuk, amit szintén a tájházban tartunk. Ilyenkor ugye hozzuk a néphagyományaikat, disznóvágás van, disznótor van, és tényleg úgy alakul a tájház élete, mint az építésekor az 1930-as években. A Mazsorett csoport produkcióját a szintetizátoros növendékek bemutatkozása követte. Ekkorra azonban már gyülekeztek a felhők az égbolton, a Kár pedig nem zenekar lemezbemutató koncertjét félbe is szakította a hirtelen lezúduló jégeső. Bár a nagy színpadra tervezett további ingyenes élőzenei koncertek elmaradtak, Áfra János költő egy kisebb teremben megtartotta Fraktálok című programját, a felvidéki akusztikus kvártett koncertjét pedig a jövőben pótolni fogják.